Sziasztok, én Tárnok Zoltán vagyok, ti pedig a hauci.hu YouTube csatornáját nézitek remélhetőleg újra. A mai adásban egy rollert kell nektek bemutatnom, a Kugu Kirin S4-et. Tartsatok velem! Ezt az adást is három részre fogom bontani, ahogy azt szoktam. Kezdünk a kicsomagolással, utána jöhet a külső, illetve a papírforma. Az utolsó részben pedig el fogom mondani, hogy milyen ezzel a rollerrel rollerezni, illetve mik a jó és mik a rossz dolgok benne. Vágjunk akkor bele. A kicsomagolás maga nem túl bonyolult, lényegében minden rollernél ugyanígy néz ki a dolog, hiszen ezeknél sok dolgunk nincs, lényegében csak ki kell emelni őket a dobozból, és már használhatjuk is. Ennél a rollernél, tehát a Kugu Kirin S4-nél annyi feladatunk van, hogy a kormány szarvat négy csavarral fölcsavarozzuk a kormányrudra, aztán fölrakjunk rá még egy kis műanyag rögzítő elemet, ami be fog akadni a hátsó sárvédőn lévő kampóba, így tudjuk majd cipelni összecsukott állapotban az S4-et. Amikor ezzel kész vagyunk, már nem marad más hátra, mint leellenőrizni a féket, az elektromos rendszert, a motort, hogy minden működik-e, és hogyha megfelelő mennyiségű töltés van az akkumulátorban, akár el is indulhatunk. A kicsomagolás terén egy dolgot vettem észre, amit mindenképpen meg kell említenem, ez pedig az, hogy az előző Kugu, illetve Kugu Kirin rollerekhez képest a karton minősége, illetve bent a csomagolás, a rögzítés, a rezgés, illetve ütés, csillapítás, mint a jobb minőségű lenne, tehát ilyen szempontban mindenképpen előrelépett a gyártó. Szerencsére ez az előrelépés a rolleren is tapasztalható, hiszen nagyon jó anyagokból készült és nagyon jól meg van építve. Az első, ami feltűnt a kicsomagoláskor, hogy minden alkatrésze lényegében fémből készült, nincsenek műanyag borító elemek rajta. Fém a teljes test és fém a hátsó sárvédő is, ami ebben az árkategóriában azért mindenféleképpen pozitívumot jelent. A külsőt tekintve, amit meg kell említeni, hogy 10-szoros ballonos kerekeink vannak elől és hátul, hogy nincsen aktív lengéscsillapítás, a kormányrúd megfelelően magas, viszont a magassága nem állítható, és amit mindenképpen ki kell pozitívumként emelnem, hogy nagyon jó, nagyon széles a kormányszarv, így aztán nagyon könnyen, nagyon biztonságosan irányítható a roller. Ahogy említettem, a hátsó sárvidő is fémből készül, ezen találunk természetesen lámpát, ez a féklámpa és a helyzetjelző is egyben. Találunk erről is a kormány rúdon egy viszonylag jó fényerővel rendelkező ledes lámpát, tehát a világítás meg van oldva. A trepni, amire föl kell állnunk, meglehetősen hosszú, bár nem túl széles, ezzel együtt viszonylag nagy lábmérettel rendelkezők is kényelmesen fogják tudni használni. A kezelőszervek balról jobbra a következők. Először találkozunk a hátsó tárcsaféknek a fékkarjával, itt van egy kis beépített csengő is. Utána jön egy hatalmas műszerfal, a jobb oldalon pedig megtaláljuk a gázkart, illetve megtaláljuk a be, illetve kikapcsoló gombot, amivel aztán később a lámpát is tudjuk majd be, illetve kikapcsolni. Mindenféleképpen érdemes megemlíteni itt a hatalmas műszeregységet, amin rengeteg adatot találunk, kicsit már zavarbejtő is a rengeteg adat. Találunk itt egy hőmérséklet kijelzést az akkumulátorhoz, van egy feszültség kijelzésünk az akkumulátorhoz, van egy töltöttség jelzésünk az akkumulátorhoz. Természetesen látjuk a sebességet, amivel haladunk, látjuk a lámpának a ki, illetve bekapcsolt állapotát, és látjuk az üzemmódot is, amit éppen kiválasztottunk. Ha összegeznem kéne a benyomásaimat a külsővel kapcsolatban, akkor mindenképpen azt tudom mondani, hogy nekem nagyon tetszik, a retro beütés a hátsó sárvédőn iszonyatosan bejön. Ahogy mondtam, a választott anyagok és az összeszerelés minősége lényegében tökéletes. Lássuk most a papírformát. A roller teljesen átlagos hajtáslánccal rendelkezik, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy 350 wattos motort kapunk, 10,4 amperórás az akkumulátor és 36 voltos a rendszer. A hajtás a hátsó keréken van, tehát ide van elrejtve a motor. Itt találjuk, ahogy mondtam, a féket is, ez egy tárcsafék nyilvánvalóan, illetve van motorfékünk is, ami egy elektromos motorfék, és a gyártó említi az EABS rendszert, ami az autókhoz hasonlóan arra szolgál, hogy fékezés közben ne csúszom meg a hátsó kerék. A kerék méretét említettem, ugye ez 10-szoros ballonos, azt is említettem, hogy nincsen lengéscsillapítás. Amit mindenféleképpen ugye meg kell említeni, azok a gyárnyilag megadott adatok. Ezek a következők. Egy töltéssel a Kugu szerint 40 km-t tudunk megtenni, 35 km/h a maximális sebesség, amit el tudunk érni, és 15 fokos az az emelkedő, amit le tudunk vele küzdeni. És ha már itt tartunk, akkor rögtön el is mondom azt, hogy mik voltak a
valós eredmények nálam, aki sajnos valamivel többet nyom a mérlegen, mint 65 kg. Szóval a maximális elérhető sebesség 28-30 km/h volt sima úton. A leküzdhető emelkedő nálam inkább 10 fok volt, bár 15 fokon is fölmentem, de ott már annyira erőlködött a roller, hogy nekem fájt, úgyhogy ezt inkább nem erőltetném. Ami mindenkit érdekel, és talán ez a legfontosabb, ez a hatótáv, ami egy normál használatnál, tehát fékezésekkel, gyorsításokkal, kisebb emelkedőkkel tarkított útvonalon nálam 18-19 km volt. Abban az esetben, hogyha olyan útvonalat választottam, ahol viszonylag egyenletesen tudtam haladni, és nem kellett nagyokat fékeznem, nagyokat gyorsítanom, illetve nem voltak emelkedők sem, ott 24-25 km volt az elérhető. Ez messze elmarad a gyári adatoktól, természetesen alacsonyabb testtömeggel a 40 km jobban megközelíthetővé válik. Ezzel együtt azt gondolom, hogy a 18-19 km normál használat mellett még mindig nem kevés, ez akár Budapest átszelésére is elegendő, és ha munkába akarsz járni ezzel a rollerrel, akkor megteheted, hogy a munkahelyeden feltöltöd, és úgy mész majd haza vele. A kijelzőt már említettem, nagyon-nagyon jó, hogy ennyi adatot látunk rajta, nem kell menet közben váltogatnunk, hiszen rollerezés közben a számok között váltogatni gombbal egyenlő egy balesettel, úgyhogy ezt mindenféleképpen egy óriási pozitívumként értékelem. Azt már nem annyira, hogy a kijelző láthatósága tűző napfényben meglehetősen rossz, eléggé meregetni kell a szemünket ahhoz, hogy lássuk a rajta lévő adatokat. Egy kicsit félárnyékban, felhős időben már tökéletes minden. Most jött az a rész, hogy milyen a rollert használni. Nos, amikor először felálltam rá, azt gondoltam, hogy valami baja van, mert nagyon finoman kezdett el gyorsulni. A végsebességet ugyan elértem, de egészen más ütemben, mint ahogy ahhoz hozzászoktam a többi rollernél, illetve elektromos kerékpárnál. Mivel a végsebesség megvolt, azt gondolom, hogy a motor teljesítményével nincsen probléma, és azt hiszem, hogy itt mindösszesen csak arról van szó, hogy a gyártó egészen másképp hangolta a motort, a teljesítménynek a megérkezését, mint ahogy azt megszokhattuk. Az elektromos járműveknél megszokhattuk már, hogy már az indulásnál is viszonylag nagy nyomaték áll rendelkezésre, és meglehetősen gyorsan lódulnak meg nulláról ezek az eszközök. Ez egy gyakorlatlan rolleres vagy kerékpáros esetén akár balesethez is vezethet, hiszen a hirtelen meginduló eszköz kiszaladhat alulunk, elüthetünk embereket, beugorhatunk egy autó alá, és ezek nem jó dolgok. A Kugu Kirin S4 esetén ezzel nem lesz probléma, hiszen annyira finoman gyorsul, hogy nem kell szinte kapaszkodnunk sem a kormányba. Nincs izgalom, nincs adrenalinlöket, egyszerűen csak szépen finoman elérjük azt a sebességet, amit a gyártó megadott, és ezen haladhatunk tovább. Az egyetlen dolog, amit negatívumként tudok említeni, az a féknek a működése. Ahogy mondtam, van rajta motorfék, illetve van rajta egy tárcsafék, és amikor meghúzzuk a fékkart, akkor a tárcsafék lép működésbe elsőként. Ennek a hatásfoka nem túl nagy, kisebességnél azért megfelelő, de nagy sebességről valószínűleg nem tudnánk megállni azon a 4-8 méteren belül, amit a gyártó ígér. Ezért kell a motorfék is, ami besegít. Nagy sebességnél ez nem jelent problémát, igazából teljesen normálisan fékez minket, nem akarunk leesni a rollerről, nem akarunk átesni a kormányon. Viszont kis sebességnél 6-7 km/h elég meglepő erősséggel lép be a motorféknek a hatása, és ilyenkor azért oda kell figyelnünk. Elesni nem fogunk, nem mondom, hogy veszélyes ez a dolog, de mindenképpen szokni kell. Nos, nagyjából túl is vagyunk akkor a megígért fejezeteken, hiszen kicsomagoltuk a rollert, megnéztük, hogy hogyan néz ki kívülről, megbeszéltük, hogy milyen hajtáslánc van benne, illetve beszéltem keveset arról, hogy milyen ezt a rollert használni, úgyhogy most összegezhetünk. Itt van tehát a Kugu Kirin S4, ami egy városi használatra tervezett roller, tisztolos, ballonos gumikkal rendelkezik, megfelelő motorerővel és megfelelő fékerővel is rendelkezik, tehát a mindennapi használatra mindenképpen alkalmasnak ítélem. Megfelelő a nagysága is, nem túl nehéz, az én nagyjából 100 kilós testtömegemmel megtehető 18-19 kilométert is jónak ítélem. Igazán komoly hibát nem tudtam felfedezni rajta, nagyon kényelmes használni, ugye majdnem 20 kilométert mentem a városban egyhuzamban, és nem fáradtam el, nem zsibbadt a talpam, nem zsibbadt a tenyerem, nem fáradt el a lábam, úgyhogy mindenképpen azt tudom mondani, hogy normális útviszonyok között, normális kerékpárúton használva ez a roller egy nagyon jó választás lehet. Szokás szerint a végére hagytam az árat. Kuponnal a jelenlegi ára a Kugu Kirin S4-nek 140 ezer forint táján alakul, ami azt gondolom, hogy egy megfizethető ár ezért a teljesítményért és ezért a külsőért. Ha te olyan ember vagy, aki a rollert nem a veszély keresésére használod, hanem tényleg csak el akarsz jutni A-ból B-be kényelmesen. Ha olyan helyen laksz, ahol nincsenek nagyobb emelkedők, hogyha a testtömeged nem haladja meg a 100 kg-ot, akkor mindenféleképpen jó választás lehet számodra a
Kugu Kirin esni. Nagyon szeretném megköszönni ezúton is a Geekbuying-nak, hogy rendelkezésemre bocsájtotta a teszt erejéig ezt a rollert. Természetesen náluk az ő áruházukban tudod megvásárolni. A YouTube-on a videó alatt természetesen megtalálod a vásárláshoz a linket, illetve megtalálod azt a kuponkódot is, amivel olcsóbbá teheted. Most elérkeztünk oda, hogy megnyomd a lájkot, hogyha tetszett a videó, megoszd az ismerőseiddel, ha valaki rollert szeretne vásárolni, feliratkozz a csatornámra, ha eddig nem tetted meg, illetve megnyomd a harangot, hogy ne maradj le a további adásokról is. Remélem ez a videó is tetszett nektek, nagyon köszönöm, hogyha végignézted, ha így van, akkor jövő héten várlak egy új teszttel, addig vigyázzatok magatokra, várjuk együtt a nyarat és a meleget végre. Sziasztok!